Üdvözlök mindenkit mai előadásomban. Barna Gergely vagyok. Ebben az előadásban innovatív természetjáró tájékozódási futó alkalmazásokról és eszközökről fogok beszélni. Szó lesz most mobil applikációkról, online és számítógépes programokról és játékokról, sőt, kiemelt figyelmet fogok fordítani a drónokra is. Szóval érdemes velem tartani. Az első témánk a mobil alkalmazások, melyeket először a tájékozódási futók szemszögéből szeretnék bemutatni. Az első alkalmazás a MapRun. A MapRun egy navigációs alkalmazás, melyet kifejezetten tájfutók számára fejlesztettek ki. Célja, hogy térkép és tájoló nélkül is lehessen tájékozódási futópályákat lefutni. A telefon képernyője megjelenít egy térképet, és ezt a térképet futhatjuk le ennek az alkalmazásnak a segítségével. Ez használható kötött sorrendű, szabadpontfogású, illetve pontbegyűjtő versenyformákra, akár tömegrajtos indulással is. A pályákat több versenyző esetén szerverről érhetjük el, így lehetőségünk van akár mások pályáit is letölteni a szerverről, de lehet betölteni lokális állományokból, azaz a telefontár helyéből is térképeket. Így nincs szükségünk internetre az alkalmazás használatához. Nézzük meg, hogyan is működik a MapRun. Amikor a versenyző kiválasztott pályát teljesíti, az alkalmazás nyomon követi a helyzetét a telefonba épített GPS segítségével, és folyamatosan összehasonlítja a helyzetét a pályához tartozó pontok helyzetével. Ennek alapján képes megmondani, hogy mikor fogjuk meg a pontokat. A pályákat a startpont érintésével indítjuk, és újból érintésével zárjuk le. Ha a pályát nem lokális állományból töltöttük le, azaz internettől származik, lehetőségünk van eredményeinket feltölteni a szerverre, és mások eredményeit megtekinteni ott. Ennek a módja nagyon egyszerű. Vagy az alkalmazásból nyomjuk meg a Show Results opciót, vagy felmegyünk az alábbi webhelyre. Nagyon fontos, hogy hogyan állítjuk be a MapRun-t a telefonunkhoz. Mivel, hogyha térképpel szeretnénk futni, és ilyenkor ugye kikapcsolnánk a telefonunk képernyőjét, az alvó állapotba kerülhet és leállíthatja a MapRun alkalmazást. Ennek érdekében engedélyezzük az alkalmazás számára a háttérben futást, és kapcsoljuk ki az energiatakarékos beállításokat a telefonunkban. További információkat erről az alábbi linken találnak. Nézzük meg, milyen pályatípusok léteznek a MapRun alkalmazásban. Vannak vonalas pályák, melyek kötött sorrenddel egy hagyományos tájékozódási futó pályát imitálnak. Itt a győztes az, aki a lehető leggyorsabban teljesíti a pályát. Van szabad pontfogású pálya, amelyen a pontok tetszőleges sorrendben érinthetők. A győztes az, aki a lehető leggyorsabban tudja megfogni az összes pontot. Vannak olyan szabad pontfogású pályák, melyeknél elegendő csak adott érintőpont mennyiséget megfogni egy nagyobb pontkészletből. A győztes az, aki a lehető leghamarabb teljesíti ezt a pályát. És végül vannak pontbegyűjtő pályák, amikor a lehető legtöbb pontot kell megfognunk adott idő alatt. Itt a győztes az, aki ugyebár a legtöbb pontot fogta meg adott idő alatt. Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudunk pályákat létrehozni az alkalmazásban. Alapvetően szükségünk van egy georeferált térképre KMZ formátumban, illetve a Google Earth által készített KML fájra. Ezeket vagy a területi admin segítségével feltölthetjük a szerverbe, vagy lokálisan a telefontár helyébe is betölthetjük őket. A következő alkalmazás, amelyet bemutatnék, a Mobo. A Mobo nagyon hasonlít a előző bemutatott alkalmazáshoz, azzal a különbséggel, hogy itt nem a GPS alapján mondja meg, hogy mikor fogtuk meg a pontokat, hanem a valóságban kihelyezett pontok alapján, ilyen tájékozódási bójaszerű pontok alapján, és az azokon lévő QR kód segítségével tudja megmondani, hogy megfogtuk-e a pontot. Amint látszik a képen, ilyen pontokat kell keresnünk a pályán, ilyenek vannak elhelyezve a pontok helyén. Szerencsére országunkban rengeteg sok helyen találhatók ilyen mobó pályák, legtöbbször a helyi tájfutó közösség fenntartásában. Nézzük meg, hogyan lehet teljesíteni egy ilyen mobó pályát. Erre alapvetően kétféle módunk van. Egy hagyományos mód, amikor letöltjük internetről a PDF kiterjesztésű térképet, kinyomtatjuk és ennek segítségével futjuk le a pályát. A második pedig az, hogy mobiltelefonos alkalmazásunkon nézzük a térképet, és beolvassuk a QR kódokat, amikor odaérünk a pontokra. Időmérés és ugye online publikálás, ugye eredményeink online publikálása csak is ebben az utóbbi módban érhető el. GPS Orienteering.
Ez egy pályatervező alkalmazás, melyben a megtervezett pályákat majd a GPS Orienting Run alkalmazásban futhatjuk le. Természetesen ez is képes az időnket és eredményeinket mérni, ugyanúgy fel lehet tölteni szerverbe az eredményeket, és ugyanúgy lehet futni ebben az alkalmazásban is a pályákat, viszont ennek ára 3 euró, azaz nem ingyenes, mint az előző alkalmazások, de szerintem ez az ár még mindig csak jelképes ahhoz képest, hogy mit nyújtanak ezért cserébe. GPS Orienteering Run. Ugyebár ez az az applikáció, amelyben le lehet futni ingyenesen, ugye a GPS Orienteeringben készített pályákat. Itt is GPS alapján érzékeli a pontfogásainkat, így ugye nem kell kihelyezni valódi bóját a terepen. Képes megjeleníteni a telefonunk képernyőjén is a térképet, de akár nyomtatott térképpel is futhatunk eme alkalmazás segítségével. Ugyanúgy rögzíti az időnket és a felvett szintünket, és ugyanúgy ad részletes eredményeket a futásunkról. Én azt mondom, hogy ez az alkalmazás kiváló lehet például kis versenyek vagy terepedzések szervezésére, mivel aránylag egyszerűen lehet készíteni térképet a GPS orienteeringben, amelyet aztán bárki lefuthat, aki szeretné, és aki rendelkezik egy bizonyos kóddal a GPS Orienteering Run alkalmazással. Ezzel szemben az előző kettő bemutatott alkalmazás inkább a publikálásra van tervezve, azaz arra, hogy nyilvánosan láthatóvá tegyük a térképeket, amelyeket aztán bárki lefuthatna. Sportident Orienteering. A Sportident gyártja jelenleg a lehető legjobb tájékozódási futó időmérő és versenyrendező rendszereket. Ennek mobilos alkalmazása ez. Úgyhogy ez egy tájfutó versenyrendező applikáció. Kompatibilis BSM 8, illetve BSM 7-es dugóka kiolvasókkal, szóval a tájfutók eredményeit rögtön betölthetjük a dugókáikról az alkalmazásba. Az eredmények publikálásához szükségünk lesz egy Sportident nyomtatóra, amely egy nagyjából 30 000 forintos tételnek felel meg. Ez egy mini bluetoothos nyomtató kifejezetten tájfutók számára tervezve. Az alkalmazás ezen felül képes azonnal ugye nyomtatni az eredményeket, illetve publikálni azokat online rendszerben. Szerintem nagyon felhasználó barát kezelése, így akár kezdők vagy kevésbé tapasztaltak számára is tudom ajánlani. Viszont ennek érdekében a funkcionalitásából vesztett, így nagyobb versenyek, vagy mondjuk pontbegyűjtő, esetleg váltóversenyek rendezésére alkalmatlan. Nézzük meg, milyen területeken lehetne felhasználni ezt az alkalmazást. Ugyebár edzések és kis versenyek rendezésére a legalkalmasabb, és ugye nem vitatott célja az, hogy kiváltsa a Sportident programokat, a PC-s, ugye számítógépes változatát ennek az alkalmazásnak, egy sokkal kompaktabb kivitelben. Ugyebár a telefonok üzemideje sokkal hosszabb, mint egy laptopé, és töltésük is sokkal könnyebb egy powerbankről vagy akár autóból, úgyhogy hosszú versenyeken akár sokkal hosszabb ideig működhet áram nélkül ez a technika, mint a laptopos megoldás. Ezen felül egyszerű kezelhetősége, de ugye csökkentett funkciókkal rendelkezik. Orienteering Compass and Map. Amint a neve is utal rá, ez egy tájfutó térkép és iránytű alkalmazás. Ennek segítségével telefonunkat egy aránylag pontos iránytűvé alakíthatjuk, a telefonba épített iránytű segítségével. Ennek előnye az lenne, hogy nem kellene a versenyzőknek iránytűt biztosítanunk egy-egy edzés vagy akár bemutató rendezvény alkalmával, hanem a saját telefonjaikkal futhatnának és ugye azt használhatnák iránytűnek lényegében. Pontossága szerintem vetekszik egy olcsóbb tájolóéval, úgyhogy nem mondhatjuk azt sem, hogy alkalmatlan erre a feladatra. Viszont számos hátránya is van, például az, hogy csak is olyan telefonnal működik, amelyben van beépített iránytű, és ezt előre meg lehet bár mondani, de nem sokan szokták tudni telefonjukról, hogy van-e benne iránytű, úgyhogy a helyszínen derülhet ki, hogy egyes eszközökkel nem fog működni az alkalmazás megfelelően. Továbbá megjelenik a háttérben egy térképet, amely borzasztó minőségű, úgyhogy tájfutásra alkalmatlan. De ez szerintem nem egy nagy hátrány, mivel úgyis tájfutó térképen lenne szükségünk, nem egy ilyen műholdképre. Egy másik érdekes kérdés, hogy mennyire jó ötlet egy néha már több százezer forintos, nagyon is érzékeny eszközzel rohangászni az erdőben, úgyhogy ez bármikor megsérülhet. Ezzel felmerült egy kérdés, hogy a futó egyáltalán meri-e a telefonját használni ilyen eszköznek, és nem félti-e attól, hogy megütődik, vizes lesz, saras lesz, vagy bármi baja lesz a futás során. Úgyhogy azt mondom, hogy városi versenyeken, vagy ilyen kisebb
és alapból könnyű telepeken használható ez az alkalmazás. Viszont egy igazi vérbeli tájfutó versenyen, hóban, fagyban, esőben nem kéne kockáztatni a telefonunk képességét. Symbols for orienteering. Ez egy tájfutó szimból, azaz a tájfutó térképnek a térképi elemeit bemutató alkalmazás. Ez tartalmazza az iOS-em 2000 szerinti jelkulcsot, és ezen belül minden egyes jelkulcsot, például a tájékozódási futó térképeken, a sprint térképeken, a pálya nyomtatásnak a különböző elemeit, és mindezekhez nagyon részletes leírásokat társít. Az első ilyen alkalmazás a Drallo. A Drallót az alábbi webhelyről érhetitek el. A Drallo egy játékos természetjáró alkalmazás, amelyen számos nevezetességet és látványosságot tekinthetünk meg, sajnos külföldön. Jelenleg a Drallóban csak is német és svájci, hasonló ilyen nyugati országok vannak benne, így Magyarországról nem találhatóak benne információk és látványosságok. Attól ez az alkalmazás alkalmas lett arra, hogy játékos módon a közösséggel együtt fedezzük fel a helyeknek a látványosságait, érdekességeit és hasonló kulturális helyeit. Természetjáró a túravezető. Magyarország online, interaktív térképes útikönyvvel kifejezetten gyalogtúrázóknak és kerékpárosoknak, vagy vízitúrázóknak. Beépített túratervezővel, valamint több száz előre elkészített túraajánlattal és ezernyi látnivalóval, amelynek mindegyikéhez részletes ismertető, illetve számos fénykép tartozik. Rendelkezik egy interaktív, nagyítható és aktuális pozíciódat is mutató térképpel, amelyen jelzett az összes turista útvonal. Rendelkezik egy beépített túravezetővel, amelyen látható a hossz, a várható időtartam és a színprofil is. Akár több száz ajánlott túra közül válogathatnak az érdeklődők, kerékpárosok, vízitúrázók vagy akár gyalogtúrások is. Rengeteg praktikus adattal szolgál az alkalmazás. Rengeteg praktikus információval rendelkezik az alkalmazás. Természetről, földrajzi, kulturális, illetve látnivalókat is képes bemutatni, minőségi fényképekkel karöltve. A számos helyen a megközelítésre vonatkozó információkat is szolgáltatja. Bele van építve az országos kék túra, a Dél-Dunántúli kék túra, az Alföldi kék túra teljes útvonala is. Hivatalos nyomvonallal, szakaszolással, a látnivalókkal, szállásokkal és pecsételő helyekkel együtt. Számos szolgáltatással rendelkezik az alkalmazás, mint például útvonalrögzítéssel, látványosságok kijelzésével, szállások és turistaházak keresésével. Emellett számos a túrázót segítő funkciója van még az alkalmazásnak, mint például, hogy szinkronizálhatjuk tartalmunkat számítógépeink és telefonjaink között az alkalmazás segítségével, listákat készíthetünk kedvenc túráinkról és látnivalóinkról, előrejelzi az időjárást, akár telefonon segélyhívást is kezdeményezhetünk segítségével, és rendelkezik közösségi szolgáltatásokkal is, úgyhogy kommentelhetünk, véleményezhetünk a különböző látványosságok alatt. Országos kék túra. Ez az alkalmazás az országos kék túra teljesítéséhez nyújt segítséget. Nyilván tarthatjuk benne, mely túraútvonalakat teljesítettük már, és melyek azok, amik még hátra vannak. Ezek alapján akár statisztikákat is készíthetünk, és nyomon követhetjük, hány százalékában teljesítettük már az eddigi túrákat. Az országos kék túra Magyarország legnépszerűbb túraútvonala, hossza 1160 km, melyet 27 szakaszra bontottak. A teljesítéséhez végig kell menni a teljes útvonalon, közben pedig pecsételni az igazoló füzetekben található 149 plusz 3 pecsétpontot. Geoládák. A geoládák olyan rejtett kis dobozok, melyeket koordináták vagy rejtvények alapján lehet megtalálni. Földrajzi, történelmi vagy kulturális helyeken vannak elrejtve, és jelenleg is több ezer van belőlük szerte az országban. Tekintsük meg egy kis videót a geoládákról. Azt mondják, kirándulni jó, ezt fogjuk most megerősíteni Fazekas Zsolttal, Szevasz Zsolti, a Geocaching Szövetsége elnökével. Tegyük tisztába, mi is ez a geocaching? Geocaching lényegében egy elrejtett dobozkának a megtalálása. Az egésznek a lényege az, hogy kiránduljunk, fedezzünk fel új helyeket, szép helyeket. A geocaching oldalunkon lévő célpontok segítenek abban, hogy olyan helyszíneket találjunk, amit talán kevésbé ismernek. Mennyien keresnek geoládákat? A regisztrált
tagok száma az 20 ezer körül van, az elmúlt 12 hónapban több mint 6 ezeren jelentettek be megtalálást, és hogyha még ilyen számokat mondhatok, körülbelül 1,6 millió megtalálást jelentettek rá, de magyar geocacherek. Mindjárt megnézzünk akkor egy ilyet, és el is rejtünk egy ilyet, hiszen ez a fő cél, ugye? Hajrá! Ez itt a Tihanyi Őrtorony kilátó, 2 évvel ezelőtt adták át, nagyon szép hely, gyakorlatilag Tihanyi félsziget mindkét oldalát lehet látni, és persze a Balatont is, úgyhogy a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából elrejtett 10 magyarországi geoláda egyike ehhez a kilátóhoz kerül. Nézzük meg, hogy mi van ebben a geoládában. Ugye ez a logbook, amiben minden megtalálónak illik, érdemes pár gondolatot beírni. Íróeszköz, ugye ezt tőled kapják, tehát Zsolttól. Ez tartozik a ládának, ez nem ajándék, ezt ne vigyék el, viszont minden ládában vannak egyéb ajándékok, itt például egy matrica készlet, amiből mindenki elvihet magával egyet. Most, hogy már tudjuk, mi ez a geoláda, nézzük meg, hogy hogyan is lehet ezeket megkeresni. A geoládák rendelkeznek egy rendkívül jó honlappal, ahol megtalálható a ládatérkép, van bejelentkezési lehetőség, így létrehozhatunk személyes logbookot, véleményeket írhatunk a ládákról, képeket vagy akár útleírásokat tölthetünk fel, de akár helyezhetünk ki magunk is ládákat. Ez egy folyamatosan bővülő útikönyvként működik, mivel rengeteg felhasználó folyamatosan tölti fel a véleményeit és a ládákat, meg a hasonló érdekességeket a különböző földrajzi helyekről. Természetesen rendelkeznek egy alkalmazással is, amely egy nagyon egyszerűen kezelhető és megegyező funkcionalitású alkalmazás a weboldallal. Egy nagyon-nagyon hasznos funkciója, hogy le lehet tölteni térképeket és ládákat, így nincsen szükségünk internetre az alkalmazás használatához. A ládakeresés legfontosabb része, amikor elolvassuk a leírását. Ebben számos információt találhatunk a láda koordinátáiról, vagy akár rejtvényekről, de akár a láda helyének leírásáról is. Ide rengeteg egyéb leírást is beszoktak szúrni, mint például a hely történetét, érdekességeket a közelben, jó éttermeket, kávézókat, vagy bármi más hasonló dolgot, de akár még a történelemnek bizonyos részeit is, amely ide tartozik a láda környezetéhez. Ebben a láda leírásban lehet számos olyan érdekességgel megismerkedni, miközben keresünk egy ládát, amelyet lehet, hogy ha csak úgy túrázóként, vagy akár csak egy turistaként jönnénk erre, észre sem vennénk. Például 18 éve élek ebben a városban, és mégis, amikor elmentem megkeresni egy ládát, olyan helyeket találtam meg, amelyeket még soha nem is tudtam, hogy léteznek egyáltalán, pedig ott voltak tőlünk egy pár sarokra. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos és nagyon jól felhasználható terület a geoládáknak. Nézzük meg még egy videót a geoládák alkalmazásáról és a geoláda megkereséséről. A Magyar Turisztikai Ügynökség 10 új geoládát helyezett ki Magyarország egy-egy rejtett kincsénél. Itt most a Nagybörzsönyben vagyunk, és ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a geoládát, a geoládák applikációt hívjuk segítségül, mely nagyon egyszerű itinert és segítséget ad nekünk, hogy mégis hol vannak ezek a kincsek. Jé! Megvan! Nézzük meg, milyen ládatípusok vannak, hogy kiaknázhassuk az ebben rejlő lehetőségeket. A legegyszerűbb a hagyományos láda, amely minden olyan láda, amely tartalmaz logbookot. Vannak multipont ládák, amelyek 2 vagy több részből álló rejtés jelentenek. Így a kereső egy utat jár be lényegében, amely legtöbbször rejtvények vagy koordináták megtalálásával folytatódik, és amelynek végén egy hagyományos ládát talál a logbookkal. Vannak virtuális ládák, amelyeknél nincsen kint logbook, csak egy kód vagy egy koordináta. Sokszor a multipont ládáknak a köztes ládapontjai is ilyenek. És végül vannak eseményládák, amelyek segítségével a geocacherek hát eseményeket rendeznek, mint például karácsonyi bulit, szilveszteri bulit, stb. Nézzük meg, hogyan lehetne a geoládákat felhasználni tájfutásban. Bejelölhetnénk az állandó pontos pályáinkat a geoládák adatbázisában is. Ugye a pontok tövében ládákat helyezhetnénk el, vagy akár a pontokon lévő QR kódokat használhatnánk arra, hogy egy multipont
ládát helyezünk ki, és így a geocacherek lényegében ugyanúgy rátalálhatnának a mi tájfutó pályáinkra is, mint az ő ládáikra. Vagy akár azt is megcsinálhatnánk, hogy a láda leírásban nem egy rejtvényt kapnának az érdeklődők, hanem egy tájfutó térképet, amelyet lefutva tudnának végigmenni a multipont ládán. Szervezhetnénk ládakereső versenyeket a mi tájfutó versenyeinkkel egy időben, hogy akár egy többnapos versenyen az érdeklődőknek minél több ládát kellene megtalálniuk, ezzel ugyebár megismerniük a helynek a nevezetességeit és látványosságait, és aki akár többnapos verseny végére a lehető legtöbb ládát tudta összeszedni, az is kapna egy valamilyen külön díjat. Turisztikában már nagyon is jól használják a geoládákat, amint látszik Magyarországon már ezréve vannak kint ládák, szóval itt ez már nem nagyon jelent újdonságokat. Viszont attól elmondám, hogy helyi és akár elrejtett látványosságok és értékek bemutatása nagyon jól megvalósult ilyen geoládákkal, mivel ezek segítségével oda találnak az érdeklődők olyan helyekre is, amelyeket alapból nem vennének észre. De ugyanígy akár történelmi információkat vagy érdekességeket is közölhetünk az érdeklődőkkel. Én szerintem lehetne akár marketing szempontok alapján is kihelyezni geoládákat, mint például bújtatott reklámokat elhelyezni geoládák leírásában, és a cégeknek kirakni például egy múzeumnak, vagy egy kávézónak, vagy bármilyen ilyen történelmel foglalkozó cégnek geoládát, hogy megismerje a helynek egy történetét, nem nagyon részletesen, és így mondjuk odavezesse az érdeklődőt a múzeumhoz, vagy akár egy kávézóhoz, vagy bármi máshoz. Ezzel ugyebár a geocacherek is nyernének, mivel több ládát találnának, és így több érdekességet tudnának megnézni, másrészt viszont reklámozhatnák magukat különböző cégek. OpenStreetMap. Nyílt térkép. Ez egy olyan nyílt térkép, amelyet bárki szerkeszthet vagy felhasználhat. A térkép teljes tartalma Open Data License alatt lett kiadva, azaz szabadon felhasználható természetesen nem üzleti célokra, és szabadon szerkeszthető. Alapjait Magyarországon a turistautak.hu szolgáltatta, azaz egy aránylag pontosnak mondható térképről beszélünk. Jelenleg a térkép legegyszerűbben webből érhető el, de számos alkalmazás és program is használja, mint térképadatbázist. Webes kezelő felülete szerintem nagyon felhasználóbarát. Követi a legújabb trendeket, és egy egyszerű, letisztult és szinte fajék egyszerűségű kezelőfelületet szolgáltat az érdeklődők számára. Számos térképnézet közül választhatunk, mint például alapértelmezett, amely a túrázóknak kedvez, kerékpár térkép, tömegközlekedési és humanitárius térképek. Sajnos a tömegközlekedési térképek még eléggé hiányosak az alkalmazásban. Amint már említettem, lehetőségünk van a térkép szerkesztésére is. Ezt nagyon egyszerűen webes felületen keresztül tehetjük meg. Egy nagyon felhasználóbarát és nagyon kézreálló fejlesztőrendszer segítségével. Én, amikor elkezdtem érdeklődni térképészet iránt, először ezzel az egész OpenStreetMap-el ismerkedtem meg, és a beépített, kiváló minőségű oktatói módoknak és súgóknak segítségével szinte pár óra alatt térképhelyesbítőnek érezhettem magamat. Úgyhogy, amit a képen láthatnak, az a szegedi fűrészkertnek a térképe, amelyet én készítettem. Úgyhogy elmondhatom azt, hogy kezdőknek, vagy akár a témával csak ismerkedőknek kiváló lehet ez az egész térkép szerkesztésbe való betekintéshez. Természetesen rendelkezik ez az alkalmazás is komolyabb szerkesztővel, amelyet JOSM-nek hívnak, és ez egy alkalmazás, amelyet Windows-ra lehet telepíteni. Ez már csak inkább profik számára, akik hivatásszerűen foglalkoznak a térképészettel ajánlható. Íme a térképbe beépített súgó és oktató mód, amely végigvezet minket a térkép helyesbítés alapjaitól egészen a profi felhasználási mindenen. De az egész folyamat egy nagyon-nagyon egyszerű és nagyon-nagyon felhasználóbarát kezelőfelületet kapott, úgyhogy bátran ajánlható bárkinek. Nézzük meg, hogyan lehetne felhasználni az OpenStreetMap-et a tájfutásban. Ugyebár szolgálhatna alaptérképül a tájfutó térképeinknek, viszont az a gond ezzel, hogy nem tartalmaz domborzatot, amely nagyon fontos része a tájfutó térképnek, és nem igazán pontos, ugye mivel bárki szerkezheti, senki nem ellenőrzi, hogy milyen pontos a térkép. Úgyhogy itt látható például egy ilyen térképlészet, amit lehetne használni alaptérképnek, de amint látszik, vannak bár a bejelölt érdekes területek, de nem éppen a tájfutó térkép pontosságának megfelelően.
Viszont más szemszögekből a térkép helyesbítés népszerűsítésére kiválóan lehetne alkalmazni, mivel elsősorban városi terepeken vagy ligetes helyeken, akár kezdők számára nagyon jó tanulási és gyakorlási lehetőség lenne. Mivel ha rendelkezik olyan funkcionalitással, mint egy OCAD, vagy akár hasonló profi térképhelyesbítő szoftverek, de sokkal kezelőbb, sokkal felhasználóbarátabb és gyorsabban megtanulható formában nyújtja ezt. Szerintem beülhetnénk rajta a tájfutó állandó pontos pályáinkat, hogy az érdeklődők ezen a felületen is megtalálhassák azokat. Felhasználás turisztikában. Itt bejelölhetnénk rajta különböző látványosságokat, tanösvényeket, étteremeket, szórakozó helyeket, vagy akár bármilyen hasonló érdekes dolgot, mindezt marketing célokból. Ez annyi a probléma, hogy jelenleg nagyon kevesen használják ezt a térképet, sokkal, sokkal többen a Google Maps-et, ahol ugyanúgy be lehet jelölni mindent. Szóval, ha marketing szempontokat nézünk, akkor nem biztos, hogy ezen a platformon éri meg nagy energiákat belefektetni a reklámozásba, hanem inkább a Google Maps-el, amelyről majd a későbbiekben lesz szó. De egy nagyon fontos funkciója van, amely hasznos lehet marketing célokra, az, hogy lehet vele térkép részletet megosztani. Azaz exportálhatunk belőle képeket, akár ilyen PNG vagy JPEG formátumban, de webre is be lehet ágyazni vele térképet, amely nagy segítség tud lenni például egy weboldalon, ahol meg lehet jeleníteni egy térképet, hogy hol is vannak a nevezetességek és látványosságok. Persze ennek is lesz majd Google-os alternatívája, amelyet majd később fogok bemutatni. És én a Google-os alternatíva a Google Earth, amely magyarul Google földgömböt jelent, vagy Google földet inkább. Ez egy Google által terjesztett világtérkép, amely az egész földet tartalmazza 3D-ben beszkennelve. Az egész alapján nagyon-nagyon jó minőségű műholdképek, és mindezt egy webes felületen keresztül érhetjük el. De van neki letölthető programja is, amelyről megint csak később lesz majd szó. Google Earth földgömb. A Google Earthnek egy nagyon új és nagyon innovatív fejlesztése a Google utazó, amelyen látványos bemutatókat készíthetünk. Mindezt egy nagyon-nagyon egyszerű felhasználó barát kezelőfelülettel. Nézzünk meg erről egy videót. In this video, we're going to talk about how to create your first story or map in Google Earth. We'll show you how to save places, photos, and information all in one project, so you can create a map to preserve your memories or tell a story about a journey. See where your imagination takes you. Nézzük meg, mire tudnánk felhasználni a Google Earth-ot. Alapvetően kiváló marketing célokra, amit már előbb elmondtam. Készíthetünk vele bemutató videókat, amely jól látható volt az előző videón, és akár exportáltunk belőle légi felvételeket is, amelyeket használtunk tájfutó térképhelyesbítéshez, de erről majd később. Google Earth Studio. Ez egy filmforgató eszköz a Google Earth-ben. Ezzel nagyon látványos animációkat készíthetünk el. Sajnos ez az eszköz még fejlesztés alatt áll, így nem mondható már kész kiadásnak. A videók, amelyeket ezzel készítünk, vízjelzve vannak, amelyet nem tűnthetünk el a videóról. Úgyhogy ezzel együtt csak is non-profit felhasználásra lehet használni egyelőre az ezzel készült videókat. Ugye ez egy még erősen fejlesztés alatt álló rendszer, de már amit látszik ezen a kis videón is, hogy elképesztően jó hatásot lehet elérni, és nagyon-nagyon látványosan lehet bemutatni földrajzi helyeket. Az alábbi linken érhetitek el ezt az alkalmazást. Google My Maps. Ez egy olyan szolgáltatás, melynek alaptérképe a Google Maps. Ebben saját térképeket hozhatunk létre. Bejelölhetünk rajta pontokat és útvonalakat, akár használható lenne ez látványosság bemutatására, vagy érdekes helyek és túraútvonalak bejelölésére. Ezeket a térképeket, amelyeket ugye itt készítettünk, aztán publikáljuk az interneten, bárki által látható módon, akár beágyazva egy weboldalba, vagy mit tudom én, kör e-mailbe, de akár bárki által módosítható formában is, mint például, amelyet csináltak amatőr rádiós térképet. Az alábbi linken el lehet érni ezt az alkalmazást is. Íme a balatoni kerékpár túráról készült térkép, amelyet ebben az alkalmazásban készítettek. Itt nagyon jól látszik, hogy be vannak jelölve az útvonalak, és akár látványosságok, érdekességek és éttermek is az útvonal mentén. Így
vagy ilyen módon, ilyen eszközökkel, akár egy faluról lehetne készíteni, ugye aránylag gyorsan egy ilyen turista, vagy ilyen látványossági körutazást, amelyet mondjuk a weboldalról el lehetne érni, és nagyon gyorsan és egyszerűen lehetne vele az érdeklődőknek megmutatni a városnak a látványosságait. Ugyebár ez is egy online elérhető térkép, úgyhogy ezt is bárki meg bírja tekinteni. Google Earth Pro. Ez egy letölthető program, amely ugyanolyan funkcionalitással rendelkezik, mint a webes Google Earth. Számos funkció van bele integrálva, ebben is készíthetünk saját térképeket, mint az előző alkalmazásban. Van benne beépített animációszerkesztő, sőt még repülőgép szimulátor is. De meg tud jeleníteni GPX adatokat és 3D modelleket is. Sőt, akár lefedő térképet belerakhatunk, ugye ortofotót, amellyel megtekinthetjük ugye egy térképen a készített ortofotóinkat. De képes arra is, hogy kijelezze a távolságot és magasságot, ugye távolságmérés és magasságmérés is alkalmas így, vagy akár egy-egy pontnak a GPS koordinátáit is megtudhatjuk ennek segítségével. Én ezt inkább a tájfutó térkép helyesbítés során bírnám elképzelni, mivel számos ilyen funkcióval rendelkezik, amely nagyban segítheti a térkép helyesbítők dolgát. Madárhatározó. Amint a neve is utal, ez egy alkalmazás, amellyel madárakat határozhatunk meg. A határozó a hazánkban előforduló közel 157 leggyakoribb madárfaj beazonosításához nyújt segítséget. Számos funkcióval rendelkezik, mint például madárhatározás, madárlexikon, megfigyelés rögzítése, sőt még beépített játék is van benne. Gomba azonosítás fotókból. Ez az alkalmazás képes egy fotóról megmondani, hogy milyen gomba is van a képen, viszont nem működik 100%-os funkcionalitással, szóval senki ne próbáljon meg egy gombahatározó által meghatározott és eltűnnek vélt gombát megenni, mivel egy gombát nem ilyen egyszerű meghatározni, hogy egy képről meg lehessen mondani, hogy ez konkrétan milyen gomba is. Mushroom Identify. Ugyanaz, mint az előző alkalmazás volt, csak egy angol kivitelben. Plant Snap. Azonosíts növényeket, virágokat, fákat. Ez az alkalmazás is képes egy kép alapján meghatározni a növényeket, amelyek a képen vannak. Jelenleg nagyjából 500 ezer növény van az adatbázisában, szóval ez az egyik legnagyobb ilyen térkép, ez az egyik legnagyobb ilyen faj határozó adatbázis, amely képes ugye képről megmondani, hogy milyen növény is van a képen. Számos növényfajt meg lehet felhatározni, mint például virágokat, fákat, leveleket, gombákat, gyümölcsöket, kaktuszokat és még ezernyi sok-sok más dolgot. Planet Plant Identification. Ez is egy kép alapú növény meghatározó, csak ez már ugye angol nyelven van kiadva. Terrafa lexikon és határozó. Ez egy lexikon, mely részletes leírást és képeket tartalmaz a Magyarországon és környékén élő fa és cserjevirágról. Fabook Interaktív Fa Határozó. Ennek az applikációnak a célja, hogy egy parkban sétálva vagy egy túrán meghatározzuk a fákat, amelyeket ugye meglátunk a túra során. Az applikációt 2016-ban adták ki, Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulójára a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával. Számos meghatározási forma és funkció van ebben az alkalmazásban is, amelyeket most nem mutatnék be, akit érdekel. Megtalálja az alkalmazást ingyenesen a Play áruházban. Térjünk át az online és számítógépes játékokra. Az első az a Virtual O tájfutás szimulátor játék. Ez egy nagyon részletes és élethű tájfutás szimulátor, amelyben le vannak modellezve a környezeti hatásoktól kezdve az összes kövön és mindenféle tájfutó és mindenféle televízión át az egész tájfutás. Valós terepeken, élethű térképekkel futhatunk ebben a virtuális világban, ahol még a környezeti hatások is le vannak modellezve. Sajnos ez a játék még korai hozzáférésű Steamen, azaz még a fejlesztésnek egy korai stádiumában van, de már így is játszható. Ennek ellenére ára meglehetősen magas, 40 euró, amely szerintem kicsit magas egy ilyen szinte demo szinten álló játéktól. Ennek ellenére gépigénye rendkívül magas, egy erős és hát egyben drága gamer számítógép kell hozzá, hogy ezt a játékot megfelelően tudjuk futtatni. Amint látszik itt a specifikációkon, egy laptop már nehezen fog megbirkózni egy ilyen játékkal, úgyhogy inkább egy asztali számítógépre lesz szükség, hogy egy ilyennel tudjunk játszani, de abból is egy inkább középkategóriás gamer gépre,
amely hát köztudottan nem egy nagyon olcsó tétel, mondjuk úgy. Attól ez az alkalmazás kiválóan alkalmas a tájfutás bemutatására és népszerűsítésére, sőt, akár a gyakorlott tájfutóknak kiváló szórakozást is nyújthat, de akár gyakorlásra is alkalmas lehet egy profi tájfutó számára. Tájfutók vízjáték. Ez az oldal a Váradinum tájfutó baráti kör által szervezett tájfutó játék, amely már 10 éve működik. Szabályai a következők. A fordulók két hetenként jelennek meg. Első hét megfejtések beérkezése, a második hét kiértékelés és pontozás. Minden forduló 6 kérdést tartalmaz. A fordulók kérdéseit más-más szerkesztők készítik, feladata a kiértékelés és pontozás is. A legfontosabb előírás a kérdések formátumával kapcsolatban az, hogy a kérdések legyenek elsősorban tájfutással kapcsolatosak, politikai jellegű kérdéseket nem jeleníthetünk meg. Interaktív térképjel oktatófelület. Ez egy a tájfutás.hu egyik oldalában lévő ilyen alkalmazás, amely alapvetően arra készült, hogy egy térképen térképjeleket mutasson meg. És ugye ezeknek a leírását a térképjelre kattintva elérhessük. Továbbá vannak benne különböző szűrés lehetőségek, mint például csak bizonyos jeleket jelenítsen meg, vagy bizonyos vízrajzi, domborzati, vagy akár sziklákat és köveket megjelenítő beállítások is vannak benne. Van benne egy beépített kvíz, amelyen próbára tehetjük tudásunkat. Ez az alkalmazás szerintem alkalmas lehet térképjelek bemutatására, illetve a térképjelek ismereteinek ellenőrzésére. Route Gadget 2. Ez megint csak a Magyar Tájfutó Szövetség egyik szolgáltatása, amely egy webes alkalmazás. Ennek segítségével közzétették a versenyzők, hogy a magyar tájfutó versenyeken valójában merre futottak a pályán. A versenyzőknek fel kell tölteni a saját útvonalukat, amelynek kétféle módja van. Ez egyik az, hogy berajzolják az útvonalukat, a másik pedig az, hogy feltöltenek egy GPX nyomvonalat. Nézzük meg, hogy ezt hogyan tudnánk felhasználni. Ugye, ha sokan feltöltenék a nyomvonalaikat, ebből lehetne vonni különböző következtetéseket és statisztikákat lehetne ezek alapján készíteni. Így például a versenyzők rátalálhatnának hibáikra, és megtalálhatnák a jobb útvonalválasztási lehetőségeket. A rendezők pedig például tökéletesíthetnék a befutókat vagy az átfutókat. A pályakitűzők pedig jobban ismerhetnék a futóknak a hibáit, és jobban tudhatnák azt, hogy egy-egy irányválasztásnál melyik irány fogják választani. De ugyanígy segítséget nyújthatna a győztes időszámításban is. Alkalmazhatnánk ezt a rendszert az oktatásban is, ugye bemutathatnánk, hogy a profi vagy éppen kezdő tájfutók merre és pontosan milyen idők alatt futnak a pályán. Viszont szerintem még azért sokat lehetne rajta fejleszteni, mivel nem működik tökéletesen benne minden opció. Van egy hatalmas nagy probléma ezzel az egész rendszerrel kapcsolatban, amely az, hogy a versenyzők nem töltik fel az útvonalaikat, és ugyebár minél többen töltenék fel az útvonalakat, annál pontosabban lehetne készíteni statisztikákat, és annál jobb következtetéseket lehetne levonni. Nem tudom, hogy miért nem rakják fel a útvonalukat. Lehet, hogy nem tudnak róla, vagy akár nem akarnak időt tölteni ezzel, vagy egyszerűen nem értenek hozzá, és ezért félnek ebbe belekezdeni. De akár az is lehetséges, hogy egyszerűen nem tudnak a létezéséről. Minden esetre az biztos, hogy így nagyon-nagyon kevesen töltik csak fel az útvonalaikat, így nem igazán lehet arra használni ezt az egész rendszert, amelyre tervezték. A legnagyobb tájfutó térkép a világon. Az utolsó témánk, amely az egy nagyon-nagyon nagy tájfutó térkép lenne a világon, amelyet az alábbi linken érhetnek el. De térjünk most át a számítógépes programokra. Ezek közül az első az Open Orienteering Mapper, azaz egy ingyenes térképrajzoló szoftver. Tekintsük meg először is, hogy mi az a nyílt forráskód. A nyílt forráskód azt jelenti, hogy a termék mögött nem egy cég áll, hanem egy lelkes fejlesztő csapat, aki publikussá tette alkotását. Így bárki fejleszheti ezt a rendszert, és ugyebár ennél fogva a fejlesztők nem pénzért dolgoznak, hanem végül is az eredményért, amit elérnek. És ezért ez a program ingyenes. Ugyebár ugyanebből adódik az is, hogy cross-platform, azaz megjelent Mac-re, Linux-ra is, Windows-ra is, úgyhogy bármilyen rendszeren használhatjuk ezt a programot. Viszont egyelőre még beta verzióban van, amely azt jelenti, hogy fejlesztés alatt áll.
Előre hoztam felhasználását, hogy lássuk, hogy mire is lenne jó az egész rendszer. Ugyebár nem meglepő módon térképhelyesbítésre, és a térképészet oktatására vagy bemutatására, vagy akár pályatervezésre is. Hasonlítsuk össze az OpenMapper-t egy profi alternatívával, az OCAD-dal. Az OpenMapper egy aránylag egyszerű használattal rendelkező, és nagyon kényelmes és egyszerű kezelhetőségű program. Ezzel szemben az OCAD egy professzionális és professzionális funkcionalitású rendszer, amelyből adódik az, hogy kezelése sokkal bonyolultabb. Az OCAD és az OCAD fájlok nemzetközileg is szabvánnyá váltak. Azaz, szinte mindenki OCAD-ot használ, és OCAD-dal kompatibilis minden rendszer is. Ezzel szemben az OpenMapper is elvileg kompatibilis az OCAD fájlokkal, képes írni és olvasni őket, viszont még a fejlesztés alatt álló stádiumából kifolyólag ebben azért vannak még kisebb-nagyobb hibák, amelyeket majd a későbbi évben be is fogok mutatni. Az OCAD-hoz rengeteg és nagyon részletes leírás van, és sok-sok hozzáértőt találunk. Ezzel szemben az OpenMapper-nek nagyon kevés leírása van, és hozzáértő szinte nincsen még a szakmában. Ennek hatása az, hogy a hibák, amelyek ugye az OpenMapper-ben benne lehetnek, mert ugye még fejlesztés alatt áll, csak gyakorlatban derülnének ki, és akkor pedig nagyon nagy problémákhoz vezethetnek. De szem előtt kell azt tartanunk, hogy az OpenMapper ingyenes. Ezzel szemben az OCAD nagyjából 180 ezer forintos beruházás jelentene évente. Úgyhogy szerintem nem indítható egy árkategóriában a kettő. Nézzük meg az OpenMapper kezelőfelületét. Számomra nagyon kényelmes és könnyen átlátható volt az egész rendszer, de ettől nem veszített a funkcionalitásából és személyes szabhatóságából. Külön kiemelendő, hogy nagyon könnyen lehet benne pályákat tervezni, sokkal-sokkal könnyebben, mint az OCAD-ban, úgyhogy ilyen téren kezdőknek akár jobban ajánlható lehet. Az OCAD használata nagyon sok szaktudást igényel, és nagyon elmaradott rendszereket használ. Ezzel szemben az OpenMapper már sokkal modernebb kezelőfelületet és sokkal modernebb használatot tesz lehetővé. De gépigénye mégis alacsonyabb. Én úgy vettem észre, hogy ugyanaz a térkép az OpenMapper-ben sokkal gyorsabban betöltődik, és sokkal simábban megtekinthető, mint az OCAD-ban. Viszont, ami már említettem, vannak neki problémái, amely például az, hogy nem tökéletesen tud OCAD fájlokat kezelni. Úgyhogy például betöltünk egy több pályát is tartalmazó OCAD fájt, az így szépen összemosva fog megjelenni, úgyhogy használhatatlanná válik így nagy versenyek pályáinak megtervezésére. Összességében az OpenMapper nem egy rossz program, csak még fejlesztés alatt áll. Még fejlődnie kell ahhoz, hogy fölvegye a versenyt az OCAD-dal, viszont már most látszik az, hogyha kijavítják benne a hibákat, akkor kezdők számára, vagy a térképhelyesbítéssel ismerkedők számára nagyon jó alternatíva lehet ugye az árából és a használhatóságából kifolyólag. De már most is azt mondom, hogy egy kisebb verseny, vagy akár egy terepedzés pályáinak megtervezésére alkalmas lehet, mivel sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehet benne pályát tervezni, mint az OCAD-ban. Most pedig beszeretnék mutatni néhány társasjátékot. Az első a HSH társasjáték. A játék kezdő létszáma 1-4 fő. Ez egy olyan játék, amely a tájfutás fő alapelveit szórakoztató módon mutatja be. Sanitus Peli. Ez egy családi játék, amely szórakozást kínál az óvodásoktól a tapasztaltabb játékosokig mindenkinek. Alapja egy vicces ötlet, amely a tájfutás szabályait alkalmazza. A játékhoz azonban nincsen szükség előzetes tapasztalatokra. A szabályok egyszerűek, és a játék felnőttekkel és akár 5 éves kortól gyermekekkel együtt is játszható. Puzzle. Készíthetnénk akár tájfutó pályákból puzzle-öket is. Ezek számos kompetenciánkat fejleszthetnék. De vannak tájfutó kártyajátékok is. Ezeknek is számos kompetencia fejlesztő hatása van. Van tájfutó kocka is, amely szintúgy fejlesztő hatású. Memóriakártya, amely szintúgy fejlesztő hatású. Térjünk át utolsó nagy témánkra, a drónokra. A drónok alapvetően olyan pilóta nélküli légi járművek, amelyek képesek légi felvételt készíteni. Ezek legtöbbször távirányításúak, vagy robotpilótára vezéreltek. Először a katonaságban jelentek meg drónok, a robotrepülőgépek formájában, amelyeket felderítésre, bombázásra, vagy akár kémkedésre használtak.
Először ismerkedjünk meg a drónok típusaival. Merev szárnyú drónok. Ezek lényegében távirányítású repülők. Szárnyai tartják őket a levegőben, propellereik vízszintesen a haladás irányba fújnak, ezzel sebességet termelve. Ennél fogva ezek nem képesek megállni, viszont aránylag nagy a teherbírásuk és hosszú a repülés idejük. A repülművoltukból kifolyólag nagy fel- és leszálló pályára van szükségük, amely ellehetetleníti használatukat például filmezési területeken. Irányításuk, amivel nehezebb, mint a hagyományos drónoké, mivel ugye nem képesek megállni, de ebben nagyon nagy segítségünkre lehet egy robotpilóta. A következő típus a multikopterek. A multikopterek lényegében a hagyományos értelemben vett drónok. Ezeknek propellerei felfelé irányulnak, ezzel tartva őket fönn a levegőben. Ennél fogva képesek megállni és lebegni a levegőben, úgyhogy irányításuk valamivel egyszerűbb, mint a csupa szárny drónoké, természetesen robotpilótával. Ezek a jelenleg legjobban elterjedt drónok az átlag felhasználók között. Repülés idejük a sok motorból és a nagy energiából kifolyólag aránylag rövid, úgyhogy nagyjából egy fél-egy óra környékén van. Először ismerkedjünk meg a dróntechnika alapjaival. Manapság már nagyon fontos részét képezik a drónoknak a szenzorok. Minden gépbe építenek már GPS-t, amely segítségével a drón képes megmondani a helyzetét, és ennek segítségével tud automatikusan hazatérni. De egyre jobban elterjednek a vizuális rendszerek is, amelyek kamerák és infrahangos, ultrahangos érzékelők összessége képez, és ennek segítségével a drón képes érzékelni a tárgyakat maga körül, és elkerülni a látható volt. De ezek segítségével történik például pontosabb helyzettartás, vagy számos automatikus funkció is. A dróntechnikában jelenleg a legnagyobb probléma az energiaellátás. Mivel nincs olyan energiahordozónk, amely képes lenne kis méretben és tömegben nagy energiát hordozni. Jelenleg a legalkalmasabb ilyen eszközök a lítium-ion vagy a lipó akkumulátorok. Ezek sajnos nagyon érzékenyek a hőmérsékletre, 0 fok alatt kapacitásukból veszítenek és instabillá válnak. Érzékenyek a merítésre is, a gyors merítés és töltés károsíthatja őket, ugyanúgy, mint ahogy a 3 volt alá történő merítés is. Jelenleg sajnos nincsen jobb alternatíva a drónok energiaellátására, szóval a repülés idejük aránylag alacsony. Ismerkedjünk meg a drónok irányításával. A drón földi irányító állomása alapvetően két részből áll. Áll egy távirányítóból, amelyet legtöbbször a drónhoz adnak, illetve áll egy telefonból, laptopból vagy FPV vevőből, amely az irányítást is részben elvégezheti. A legtöbb a drón beállítását is erről végezhetjük el, megjeleníti az FPV képet, amely visszajön a drónból. Alapvetően kétfajta irányítás létezik a dróntechnikában jelenleg. Manuális irányítás. Ilyenkor a gépet nem egy robotpilóta vezérli, hanem a pilóta a távirányító segítségével. Megjegyzendő, hogy ilyenkor sem teljes kontrollunk van a gép fölött, mivel bizonyos robotpilóták szinte mindig működnek a gépben. Ezek segítenek például a helyzettartásban és az akadályok elkerülésében. Ilyen módban legtöbbször a fotósok és videósok repülnek. Továbbá vannak útvonalrepülések, amikor a drón irányítását egy robotpilóta végzi, és a valódi pilóta csak beállítja azt, hogy a drón merre repüljön. Ezt legtöbbször térképészek szokták használni. Törvényi háttér. A dróntechnika egy nagyon dinamikusan fejlődő iparág. Ennél fogva szinte fél évente jelennek meg az újítások, és nagyon gyorsan megváltozik szinte az egész ipar. Szóval a törvényi szabályozások nem tudnak lépést tartani ezzel a hatalmas fejlődéssel, és ebből adódik a legtöbb probléma jelenleg a dróntechnikában. Nézzük meg a jelenlegi jogszabályozást. Jelenleg 30 nappal előre kell levélben felszállási engedélyt kérni. Kötelező a felelősségbiztosítás, és telefonon keresztül kell bejelenteni a felszállást, ugye hívásban. A beérkező légtérigényésekkel a felelős szervezet sajnos jelenleg nem tud lépést tartani, így könnyen lehet, hogy hiába kérte a légtérengedélyt, nem fogják megadni időben. Ennél fogva nagyon sok az illegális repülés, amellyel a rendőrség nem foglalkozik csak olyan kritikus helyeken, mint például a repülőterek. De természetesen attól ez törvénybe ütköző illegális tevékenység. Júniusban be fognak vezetni egy új jogszabályt, amely drasztikus változtatásokat fog eredményezni a jogszabályban.
tervek szerint egy alkalmazáson keresztül kell majd bejelenteni a felszállást, ez a kisgépek és a hobbipilóták és még a filmesek számára is hatalmasnak könnyebbség lesz. Viszont számos tisztázatlan kérdés van még, mint például, hogy milyen magasra vagy milyen messzire lehet majd repülni. A bővebb információkat a mydronespace.hu weboldalon találnak. Most, hogy megismerkedtünk a dróntechnik alapjaival, nézzük meg a drónok felhasználását a térkép helyesbítés szempontjából. Hagyományos drónokkal alapvetően fotó alapú légi felvételeket lehet készíteni. Ennek két típusa van, az ortomozaik és az összefűzött kép, ugye ez stitched image. Alapvetően az összefűzött képnél annyit csinálunk, hogy mint egy panoráma képnél egymás mellé rakjuk a képeket, így kapva egy térképszerű képet. Ennek baja, hogy perspektívikus és különböző kameratorzítások jelenhetnek meg a képen, mint ahogy itt látszik az illusztrációban is, a ház egy kicsi el van csúszva a perspektívából adódóan. Ennek a metódusnak hatalmas nagy előnye az, hogy nem kell hozzá drága feldolgozó rendszer, hanem aránylag egyszerű és olcsó programokkal elő lehet állítani otthon. Én nem ajánlok ilyen összefűzött képet alkalmazni profi munkákra, maximum ilyen bemutató vagy előzetes képek elkészítésére. Ennek egy sokkal fejlettebb változata az ortomozaik. Egy ilyen ortomozaik kép kiváló alapja lehet további számításoknak. Ilyenből hozható létre például DEM modell, amely egy domborzati modell, amin látható, ugye színesen, szépen fölnézeti képen a magasság, így nagyon jól kitűnnek belőle a különböző objektumok. De ilyen például a felülnézeti kép is, amely ugye egy ilyen hagyományos légi felvétel, mint egy műholdkép, amely ugye már egy perspektívikus torzításmentes és ilyen összefűzött képszerű hatást kelt. Alapvetően ez a legjobban alkalmazható szerintem a térképhelyesbítés során. Szót kell még ejtenünk egy másik rendszerről is, amely a LIDAR. Magyarul lézer alapú távérzékelés. Ez a rendszer felszíne kibocsátott lézerfény alapján készít 3D modellt a területről. Ennek előnye, hogy elkülöníthető a föld felszíne növényzettől, így sokkal pontosabb színvonalak hozhatóak létre. Másrészt a növényzet is részletesebben megjelenik a kézképen. Hátránya, hogy egy sokkal-sokkal komolyabb drón kell hozzá, amely sokkal drágább, és ennek kezelése már szaktudást igényel az előző, sokkal olcsóbb gépekkel ellentétben. Egy ilyen gép már sokkal nagyobb és sokkal nehezebb, úgyhogy szállítása is sokkal bonyolultabb. Másik hátránya, hogy alapvetően ez nem tud létrehozni ilyen műhold képszerű képet, csak ilyen magasság és hasonló modelleket. Ennek vannak előnyei is, mint például a szintvonalaknak a kirajzolása, viszont van hátránya is, hogy ha nincsen beleépítve, ugye előzőnek bemutatott ilyen kameralapú rendszer a gépbe, akkor nem fogunk kapni lényegében ilyen fotószerű földvételt a területről. Én ilyen drónnak a vásárlását nem javaslom kezdőknek, vagy a szakmával még csak ismerkedőknek, de akár még térképhelyesbítősnek sem biztosan, mivel egy ekkora beruházás már sokára fog megtérülni, és használata komoly szaktudást igényel. Szeretnék most bemutatni néhány gépet, amelyet használhatunk drónos térképhelyesbítésre. Az első az a DJI Phantom 4 RTK, amely 6000 euróba kerül. Ez egy profi térképész drón, amelyen nagyon pontos légi felvételek készíthetők. Ezt alapvetően profi üzleti felhasználásra tervezték, úgyhogy képes 1 centi pontos hely meghatározásra és még ennél pontosabb térkép létrehozására. Ez a drón kompatibilis a DJI Terra rendszerével, amely a Föld egyik legfejlettebb ilyen drónos térképész rendszere. Tulajdonságait tekintve alapvetően nem emelkedik annyira ki a sokasságból. Repülés ideje nagyjából 29 perc, hatótávja pedig kb. 7 km. Több kamerával is rendelkezik, amelyek segítségével ilyen többféle mérést is el lehet végezni ugye egy repüléssel, viszont ennek részleteiről én nem találtam semmit. Amint látható, ez a drón is nagyon hasonlít a következő modellre, amely a DJI Phantom 4 Pro. Ez már csak 1700 euróba kerül. Sajnos ez egy kifutott termék, viszont kamerája meglehetősen jó minőségű, egyszoros CMOS szenzort kapott. Képes 4K-ban 60 fps-sel videózni 100 MB per szekundummal, vagy akár 20 megapixeles képeket lőni. A repülés ideje és hatótávja megegyezik a DJI Phantom 4 RTK-val.
Nagyon sok hivatásos térképész használja, mivel nagy méretében dobóan jól tűri a szelet, és aránylag sokáig is tud repülni. A jó minőségű kameráját már említettem, és ez is még kompatibilis a DJI Terra rendszerekkel. Egy hátránya viszont, hogy mivel eléggé nagy, eléggé problémás szállítása, úgyhogy például nálunk volt olyan gond, hogy döntenünk kellett, hogy inkább egy plusz utas viszünk, vagy inkább a drónt. Mivel nagyjából egy négyzetméteres doboza van, amelyet nem nagyon egyszerű mondjuk kivinni a terepre. Ezen a problémán segít a DJI Mavic 2 Pro 1400 eurós árával, amely már egy összecsukható gép, így sokkal könnyebb szállítani. Ez kapott minden irányba ütközés elkerülő rendszert, úgyhogy karambolozni vele szinte lehetetlen, és ugyanolyan kamerája van, mint az előző drónnak. Ezt a gépet alapvetően fotózásra és filmezésre szokták használni, mivel nagyon-nagyon jó minőségű a beépített kamerája. És ehhez képest aránylag olcsó is, és elég könnyen szállítható. Hátránya, hogy nem kompatibilis már a DJI Terra rendszerrel, viszont számos egyébben igen, amelyeket majd később fogok mutatni. Mind repülés ideje, mind hatótávja hosszabb, mint a Phantom 4-nek, ugye a könnyebb súlyából adódóan, viszont videó képességei nem annyira kiemelkedőek, mint az előző gépnek. De attól fotózás tekintetében ugyanolyan képeket képes készíteni, mint a Phantom 4-es. Természetesen nem csak DJI gépekről lehetne beszélni, számos egyéb gyár létezik. Viszont a DJI jelenleg a világ vezető gyártója, mind minőségben, mind tudásban, mind tartóságban. Gépeik kiváló minőségűek és nagyon jó termék támogatással rendelkeznek, úgyhogy vállalnak rájuk garanciát és biztosítást is. A DJI jelenleg az egész iparágnak a fejlesztő cége, azaz a legtöbb egyéb gyártó őt másolja. Vannak egyéb távolkeleti cégek, mint a Xiaomi, Hubshan vagy az iQIYI, amely a DJI-t másolják, és alacsonyabb ár mellett kínálják termékeiket. Ezek sajnos térképészetre alkalmatlanok, mivel nem rendelkeznek megfelelő robotpilótákkal. Természetesen vannak professzionális drónok is, amelyeket kifejezetten térképhelyesbítésre terveztek, mint például amit itt a videón lehet látni. Ezeknek hátrányai, hogy nagyon drágák, úgyhogy ezek jóval meghaladják a DJI gépek árát, de használatuk mégis szaktudást igényel, úgyhogy egy kezdőnek vagy egy dróntechnikával kevésbé ismeretes embernek nem ajánlanám őket. A legtöbbjük már kompatibilis LiDAR rendszerekkel is, és sokkal fejlettebb kamerákat kapott, mint a DJI gépek, amelyeket kifejezetten térképhelyesbítésre terveztek. Viszont, amint mondtam már, a használatuk és az áruk nem biztos, hogy alkalmasra teszi őket egy átlagos tájfutó térképhelyesbítő számára. Ezeknek a legtöbb ilyen már ilyen csupaszán kialakítást kapott, amely segítségével akár több mint egy óra hosszát, a jobbak akár 90 perceket is tudnak repülni. Mindemellett fajék egyszerűségű a legtöbbjük, és tényleg ilyen nagyon-nagyon egyszerű őket felrepíteni és röptetni, viszont a beállításuk és karbantartásuk már szaktudást igényel. Most, hogy megismerkedtünk a drónokkal, ideje kicsit a szoftveres oldalát is megnéznünk a dolgoknak. Az első ilyen témánk a robotpilóták, amelyek ugyebár a drón vezérlését végzik a levegőben. Ezek a robotpilóták alapvetően DJI gépekhez vannak, a legtöbb ilyen profi géphez már adnak saját rendszereket, ott nem kell ilyen különböző megoldásokhoz fordulnunk. Az első robotpilóta, amit bemutatnák, az az Autopilot Hangar, ez egy 30 eurós, azaz kb. 10 000 forintos beruházás. Csak is iOS-re jelent meg, úgyhogy csak is iPad tulajdonosok tudják majd használni. Ez egy nagyon felhasználóbarát és nagyon intelligens alkalmazás. Van benne beépített intelligens útvonaltervezés is, amelyről majd még később fogok szót ejteni. A következő a Drone Harmony, amely ugyanolyan áru, mint az előző modell, de megjelent Androidra és iOS-re is. A használata elvileg egy kicsit nehezebb, de én ezt nem vettem észre, és ugyanolyan funkcionalitásra rendelkezik, mint a Hangar. Az utolsó pedig az Aura Ranger, amely már egy ingyenes alkalmazás.
Természetesen van neki professzionális változata is, csak is Androidra jelent meg, és nincsen benne csak egy egyszerű útvonaltervező mechanizmus. Ez azt jelenti, hogy amíg az intelligens útvonaltervezésnél kijelölünk egy területet, és a drón automatikusan kitalálja azt, hogy hogyan is kéne ezt berepülni, addig az egyszerűnél csupán annyit tehetünk, hogy előre beállított sémákat csak úgy elhelyezünk valahol a terepen, amelyeket ott le fog repülni a drón. A következő nagy rendszer, ugye a feldolgozó rendszer, mivel ugye a robotpilóta által készített képeket föl kell, hogy dolgoztassuk, hogy ortomozaikálítsuk őket. Erre számos megoldás kínálkozik, az első a Pix4D, amely 4000 eurós árával közel sem olcsó, viszont egy teljes körű drónvezérlő fotófeldolgozó rendszert kínál, azaz adnak robotpilótát és feldolgozó rendszert is. Ő képes arra, hogy akár analizálja az elkészült adatokat, és képes például ez alapján megmondani lefedettséget, vagy akár a mezőgazdaságban különböző adatokat, a fák megnövénységek, a szintjét, hasonlókat, érdekes dolgokat tud ezt kiszűrni. Van benne felhő alapú földolgozó rendszer, azaz nem a saját számítógépünkön dolgoztatja fel a képeket, hanem elküldi az ő szerverére és ott dolgozza föl. Ennek előnye, hogy nem kell vennünk otthon erős számítógépet, amely fölbírja dolgozni a képeket. De ugyanúgy alkalmasodtok helyi földolgozásra is. Az Agisoft MetaShape a második megoldás, amely már valamivel olcsóbb, de még mindig nem mondanám olcsónak. Én ezt próbáltam ki egy próba verzióval, és ezzel készítettem a képeket, amelyeket majd később fogok mutatni. Ugyanúgy ez egy fotóföldolgozó rendszer, de már analízisre nem alkalmas, csak ugye ortomozaik elkészítésére. Itt is van felhő alapú szolgáltatás, de ugyanúgy lehet helyileg is feldolgoztatni a képeket. Az utolsó pedig az Open Drone Map, amely egy nyílt forráskódú drónföldolgozó rendszer. Ez alapvetően ingyenes, viszont ha ilyen automatikusan szeretnénk telepítetni, az 30 euróba kerül, hát ez szinte elhanyagolható az előzőek árához képest. Ez is egy fotóföldolgozó rendszert kínál ezért az árért, amely csak is helyi földolgozásra alkalmas, viszont annak egy eléggé trükkös megoldására méghozzá azt csinálja, hogy egy számítógépünket lényegében szerverré alakítja, és erre lehet webben keresztül rácsatlakozni, és oda föltölteni a képeket, és ugye földolgoztatni ezzel a géppel. Ennek előnye, hogy egy csapatban dolgozva egy erős gépen, akár több ember is tud egy időben dolgozni, hátránya ugye, hogy fönn kell tartanunk egy számítógépet, csak is arra, hogy képeket dolgozzon föl. De ugye valamit valamiért. Vannak természetesen teljes körű szolgáltatások is, amelyek azt kínálják, hogy vezetik a drónt, ugye a robotpilótaként, és még utána földolgozzák a képeket. Ugye az első a Pix4D, amit már bemutattam, a következő a Drone Deploy. Ez egy mostanában nagyon népszerű szolgáltás, mivel aránylag olcsó áru, és felhő alapú, csak is felhő alapú földolgozás kínál, eléggé jó minőségben. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha szeretnénk komolyabban foglalkozni ezzel az egész témával, és nem akarunk kapásba egy nagy beruházást tenni, mint ugye egy mondjuk MetaShape megvásárlása, akkor próbáljuk ki ennek a Drone Deploy-nak a próba verzióját, mert nagyon jó eredmények érhetők el vele. Az utolsó pedig a DJI Terra, melynek még az árát sem ismerem, mivel csak is ilyen árajánlat kéréssel vállalatotoknak adják meg. Ez egy teljes körű drónfeldolgozó, fotó, analízis, minden tudó rendszer, amely feltehetően a világ egyik legfejlettebb rendszere, viszont így nyilvánosan elég kevés információ van róla megosztva. Ezt már kifejezetten nagy vállalatoknak tudnám csak is ajánlani, mivel, ahogy sejtem, ára az még meghaladhatja mondjuk egy Pix4D árát is. És végül nézzük meg a gépigényét egy-egy ilyen szoftvernek. Ugyebár ezeket úgy kell érteni, hogyha helyileg akarnánk földolgoztatni ugye a saját számítógépünkkel a képeket. Ezért például a MetaShape-nek a gépigénye, és látszik, hogy hát ez egy csúcskategóriás mai gamer számítógép gépigényét igényli. Úgyhogy ez egy jó pár száz ezer forintos beruházás még, hogyha szeretnénk magunk jó minőségben földolgoztatni a képeket. Én kiemelném azt, hogy gyöngébb gépeken is ugyanazt meg lehet csinálni, csak ugye sokkal-sokkal tovább fog tartani. Úgyhogy nézzük meg a gyakorlatban, hogy is teljesít egy ilyen rendszer. Én felvetettem egy kérdést. Lehet-e drága drónok és szoftverek meg drága számítógép nélkül létrehozni egy ilyen ortomozaik képet, és
elkezdtem meg is csinálni. Úgyhogy a saját itthon lévő felszerelésemet használva egy DJI Sparkot, amely nagyjából egy 80 ezer forint használtan, drónpilótának a Drone Harmonynak a trial verzióját használtam, a számítógépem egy i5-ös gép, 4x3,2 GHz-es processzorral és 8 GB-nyi RAM-mal, és a Agisoft Metashape-et használva készítettem a képeket. Ugye a drónom tulajdonságainál jól látszik, hogy repülés ideje meglehetősen alacsony, és kamerája minősége se közelíti meg a mai csúcsgépekét, viszont alkalmasan bizonyult térképészetre, mivel kompatibilis volt a robotpilótával. Hasonlóan eredményeket bírtam vele elérni. Egy töltéssel nagyjából 0,2 km-t tudtam elkészíteni, ugye ortomazai képként. Amely szerintem meglepően jó minőségű lett, mivel, amint itt látszik, egy nagyon nagy területből kivágtam egy kis picurkát, és teljesen jól látszik rajta, szinte már egy tégla méretű valami is. Viszont a képek feldolgozás ideje meglehetősen hosszú lett, olyan 2 óra és olyan 2 nap közötti idő kellett ahhoz, hogy elkészüljen egy-egy ilyen kép, és így sem tudtam még teljes minőségben feldolgoztatni, csak egy közepesben a gyenge feldolgozó számítógép miatt. Úgyhogy ezzel szerintem bebizonyítottam azt, hogy nem kell ahhoz olyan erős és drága technika, mint amit előírnak, hogy el tudjunk készíteni egy-egy ilyen képet. Ideje összegeznünk. A drónok ára az elmúlt években leesett, a technika pedig már egyre könnyebben elérhető és egyre könnyebben használható. Szóval a térképészetnek szerintem nem sokára szüksége lesz egyre jobb és jobb minőségű felvételekre, hogy ugye egyre gyorsabban tudjanak térképeket elkészíteni. Érdekes kérdés, hogy mikorra fog megtérülni egy-egy ilyen beruházás? Hogyha kevesebb terepmunkával gyorsabban bírunk, vagy akár csapatban bírunk elkészíteni térképeket, több bevételhez juthattunk, ugye a több térkép miatt. Úgyhogy én azt mondom, hogy meg tud térülni egy ilyen beruházás, de előtte azért jócskán utána kell számolni, hogy hány térképet készítünk, és biztosan megéri-e. Egy plusz pozitívum az az, hogy egy ilyen ortomazai képpel akár lehet csapatban is dolgozni, mivel ha mondjuk 8-10-15 térképész dolgozik úgy, hogy megkapnak egy ilyen képet, és neki állnak otthon bedigitalizálni, aztán csak fölülvizsgálják a terepen, hogy biztosan jó lett, amit berajzoltak. Ez nagyban meggyorsíthatja és megkönnyítheti a munkát. Itt végezetül hoztam még egy példát, a DJI Phantom 3-at, amely használtan már egy ilyen 100-150 ezer forint környékén megkapható, repül 23 percet, el tud menni 4 kilométerre, és képes 12,5 megapixeles képeket készíteni, amellyel az egyik legolcsóbb és már tényleg profi térképészdrónnak mondható gép. Úgyhogy ebből is látszik az, hogy mennyire gyorsan csökken a drónoknak az ára, mivel egy fényképezőgépet nem kapunk meg már ilyen áron. Most pedig vizsgáljuk meg a drónokat a turisztika területein. Először is, hogy egyáltalán miért is lett jó a drón egy ilyen területen. Ugyebár egy teljesen új nézőpontot ad nekünk a fotók és a videók elkészítésénél. Mostanában nagyon divatosak és fölkapottak az ilyen felvételek. Átvezető videókban, vagy nagy területek vagy épületek bemutatásában kiváló szerepet kaphatnak. De például újfajta fotózási módszerek is megjelennek velük együtt, mint a 360 fokos körpanoráma, amelyben ugyebár a néző teljesen szét tud nézni, így körbe tud fordulni. Először nézzük meg, hogy milyen drónokat lehetne használni a fotózás és filmezés területein. Ugyebár az első itt is a DJI Mavic 2 Pro, az 1400 eurós árával, amely, amint már mondtam, összecsukható, nagyon jó kamerája van, úgyhogy profi filmesek legtöbbször ezt szokták ajánlani és használni is. Meglepő bár, de ez az egyik legnagyobb DJI gép is, ezzel együtt a leghalkabb is, úgyhogy ha ez szempont, érdemes ezt választani. Van belőle egy sima és egy zoom változat. A simának nagyon jó a képminősége, a zoomban pedig van 8-szoros optikai zoom, amellyel érdekes hatások érhetők el. Mostanában azt szokták mondani, hogy a sima valamivel jobb, mivel a képminőség sokkal-sokkal fontosabb, mint ez a zoomos megoldás, mivel a zoomot eléggé nehéz kihasználni benne. A következő gép az a DJI Mavic Air. Ez egy 850 eurós gép. Ez is összecsukható, és még kisebb, mint az előző, szóval praktikusan azt szokták mondani, mivel könnyebb szállítani. Ő is kapott elő-hátul akadálykerülő rendszert, úgyhogy bátran ajánlható kezdők számára is. Rengeteg profi és hobbista használja a kismérete és aránylag jó fotó
és videó minősége miatt. Úgyhogy egy nagyobb gép mellé akár kiváltásnak, vagy egy fotósnak, videósnak, akár a telefonnak gyors bemutatására nagyon jó lehet. Mostanság azt szokták mondani, hogy már használtan ára olyasmi, mint egy videókamerái. Szóval érdemes elgondolkozni, hogy inkább egy ilyet vegyünk, vagy inkább egy 4K-s kamerát. Repülés ideje 25 perc, amely nem kiemelkedő, de nem is rossz végül is. Wi-Fi-n viszi át a képet a telefonunkra, amelynek hátránya, hogy városban nagyon-nagyon lekicsinyül a hatótávja, akár 100-200 méter környékére is, de ez sem feltétlenül jellemző. Városon kívül természetesen kilométerre lehet vele menni, mert ott sokkal kevesebb a zavar. Mint látszik, rengeteg sok automatikus funkció van ebbe beleépítve. A DJI ennél nagyon jól kitett magáért, mivel még jobb funkcionalitást kapott, mint a DJI Mavic 2 Pro. Úgyhogy, ha ilyen különböző érdekes animációkat akarunk automatikusan megcsinálni, ez egy nagyon jó választás lehet. A kamerája képes 4K-ban videózni, elég jó minőségben, és fotókat is elég jókat lő, akár RAW-ban is tud fotózni, úgyhogy én azt mondom, hogy ha kell egy ilyen hobbista vagy kisebb gép, nem fontos feltétlenül az, hogy ilyen hatalmas, nagy és erős és messzi elrepülő legyen, mint a Mavic 2 Pro, ez is egy jó választás lehet. A következő és egyben nagyon érdekes kis gép a DJI Mavic Mini. Ára nagyjából 400 euró, azaz olyan 130 ezer forint környékén lehet hozzájutni. Ez a legújabb DJI drón, amely, amint látszik, elképesztően bici, szinte zsebre lehet vágni. Emellett nagyon-nagyon könnyű, csak 250, azaz inkább 249 gram, amivel Amerikában az engedély nélkül repülhető drónok határa alatt van, így nem kell hozzá felszállási engedély. Nagy hátránya, hogy nincsen benne repülés vezérlőrendszer olyan szintű, mint előzőekben, azaz nem tud akadályokat elkerülni, így sokkal könnyebb vele karambolozni. Viszont szerintem ára miatt ez könnyen megbocsátható neki. Ezt a gépet alapvetően hobbistáknak, kezdőknek, vagy akár családoknak szokták ajánlani, mivel ugye ára olcsóbb, mint egy ilyen tudású kamerái, és mégis elképesztően könnyen használható, és nagyon jó funkcionalitású. A repülés ideje nagyjából 25 perc, amellyel kiemelkedik egyszerűen a tömegből, elképesztő, hogy tud ilyen sokáig repülni egy ilyen piculka gép. Hatótávja ugyanolyan, mint a Mavic Air-é, ugye Wi-Fi-n viszi át a képet, és kamerája viszont 2K 30fps-re képes, amely nem olyan minőségű, mint a előzőek voltak, de teljesen fölösleges a 4K, mivel a legtöbb monitor mostanában már csak Full HD-s. Úgyhogy nem lehet megjeleníteni 4K videót szinte semmilyen monitoron, maximum óriás tévéken, de gondolom nem az a cél, hogy egy óriás tévén nézzük a videót, hanem az, hogy felrakjuk YouTube-ra vagy hasonló helyekre publikáljuk, arra meg ez is bőven elegendő. Képeket, 12 megapixeleseket lő bár, de nem képes RAW-ban fotózni. És ezzel együtt egy csomó beállítást eltűnt belőle, úgyhogy profi munkára kevésbé alkalmas, mint az előző gépek. Úgyhogy nem lehet mondjuk manuális expozíciót állítani, és automatikus funkciókban is sokkal kevesebb van benne. Ez tipikusan egy ilyen kis zseb drón, amit fölkapunk, elmegyünk, fotózunk fel, visszahozzuk, és tökéletes arra, hogy amikor látunk valami érdekes dolgot, gyorsan bevetjük, felszállunk, lefotózunk, levideózzuk. Kezdőknek, hobbistáknak, családoknak nagyon ajánlom, de hogyha profi használatra kell, akkor egy kicsit drágábbat kell azért nézni. Természetesen nem csak a DJI gyár drónokat. Számos egyéb gyártó is van, viszont a DJI jelenleg a világvezető gyártója, mind minőségben, mind tudásban, mind pedig tartóságban. Gépeik nagyon jó minőségűek, és nagyon jó terméktámogatással rendelkeznek, úgyhogy vállalnak rájuk garanciát és biztosítást szó nélkül. Emellett ők az iparág fejlesztő cége, azaz ők találják ki az új technológiákat, és őket másolják a kínai gyártók, mint például a Xiaomi, a Hubsan vagy az iChin. Ezek alacsonyabb ár mellett teszik bár ezt, de az alacsonyabb minőség is jellemzi őket, és terméktámogatásuk sem igazán van. Azaz, hogyha bármi baja van a gépnek, nem fognak segíteni. Ugyanúgy, hogy nem vállalnak garanciát se rájuk, ugye? Nem hivatalosan, de gyakorlatilag nem. Ezek fotózásra, videózásra alkalmasak bár, de szem előtt kell tartanunk, hogy nem biztos, hogy megbízható gépek lesznek, és hogyha tényleg egy profi felhasználásra kell, és évekig akarjuk használni a gépet, nem biztos, hogy megéri ezt a 20-30 ezer forintot most spórolni, amikor megkapnánk egy, lehet, hogy kisebb, kicsit kisebb tudású, de DJI gépet, amely már megbízható lenne. Hoztam egy példát, a Hubsan Zino-t, amely nekem volt is itthon. Ez egy 250 eurós gép, amely olyan 70-80 ezer forintnak felel meg.
Repülés ideje nagyjából 31 perc, amely kiemelkedő, ez nagyon jó. Valóságban kb. 25-öt tud, úgyhogy hazudik a gyártó rendesen, mindegy. Hatótáv kb. 1 km, fenntartásokkal kell kezelni, 400 méter is nehezen megy el, és kamerája tényleg 4K 30fps-t bír rögzíteni, és fotó minősége is eléggé jó. Viszont nincsen benne semmilyen akadálykerülő rendszer, sőt még vizuális szenzor sem, úgyhogy imbolyogva, instabilan repül, és eléggé rossz élmény ez a reptetése. Az enyém például szó nélkül hanyat fordult, és lezuhant teljes gázzal, és majdnem rám esett, mondjuk úgy. Úgyhogy nem ajánlom senkinek se a Hubsan, se melyik ilyen gyártó. Talán a Xiaomi-nek van egy-két ilyen terméke, amik már megbízhatóak, de az iChint el kell fejteni profi használatnál, az biztos. Nézzük meg, hogyan bírunk felhasználni egy ilyen drónt videózásra. Ugye a fő használati területe ezeknek a gépeknek alapvetően az intro, outro és átvetető videók forgatása. Ugye ezek ilyen kis kiegészítő tartalmak a különböző nagyobb anyagok mellett. De például szoktak már forgatni egész videófilmeket csak is drónnal. Úgyhogy van egy sorozat a tévében, a Magyarország madártávlatban csak is drónnal forgatták. Úgyhogy ilyen felhasználása is tökéletesen alkalmas. Ugye a látványosságokat egy nagyon új szemszögből mutathatjuk be, amely mostanában nagyon-nagyon divatos megközelítésnek felel meg. De használhatók az ilyen gépek, akár egy kézikamera kiváltásához is. Amikor is a talajhoz közel repülve egy kis drónnal, mondjuk a Mavic Mini-vel vagy egy DJI Spark-kal repülünk, és kézikamera szerűen a talaj mellett követünk egy embert, vagy mondjuk tárgyakat mutatunk be vele, és ilyenkor egy nagyon dinamikus és nagyon gyors videót kapunk, amely nagyon-nagyon érdekes hangulatot fog eredményezni. De lehet akár csak ilyen magasba bemutatni dolgokat is, mint amit látszik ezen a kis videófilmen, amely a Balaton partján készült, hogy nagyon-nagyon szép eredményeket el lehet érni egy ilyen drónnal. Ugye mostanság ezek nagyon-nagyon divatos felvételek, és egy profi drónpilóta, vagy akár már egy kezdő is tud hasonló minőségű tartalmakat előállítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha ténylegesen ilyen akarunk foglalkozni, szeretném marketing szempontból is kiemelkedni a tömegből, akkor érdemes lehet beszereznünk egy hasonló képet. Nézzük meg, hogyan lehet egy ilyen drónt használni fotózásra. Ugyebár egy nagyon új szemszögből lehet vele fotózni dolgokat, vagy akár készíthetünk vele 360 fokos körpanorámákat is. Ez az új szemszög mostanság egyre divatosabb lesz, de én úgy érzem, hogy egy videó az sokkal hatásosabb szokott lenni, mint egy ilyen fotó. De azért, amint látszik, egy városról vagy bármiről készíteni egy képet, nagyon hasznos bír lenni egy ilyen kis gép. Nézzük csak! Készítettem egy körpanorámát, nem is messze tőlünk, egy sporttelepről, amelyet, ha minden jól megy, mindjárt meg is fogok mutatni. Úgyhogy készíthetünk vele akár olyan körpanorámákat is, amelyekben teljesen körbe lehet nézni, és ezzel egy nagyon új nézetet kaphatnak a érdeklődők. Szinte mindennaposnak számít, és minden egyes étterem vagy szálloda ilyen képeket készít, de itt Magyarországon még nem nagyon terjedt el ez a technológia. Egy nagyon újszerű használata ennek a drónozásnak az az, hogyha élő közvetítést csinálunk ennek a segítségével. Azaz a telefonra érkező, élőben érkező képet, ugyebár internetre élőben közvetítjük. Ennek sajnos hátránya, hogy nem igazán lesz jó minőségű, de attól elfogadható, mondjuk úgy. Ugyebár ha megállás nélkül szeretnénk forgatni, akkor a drón le fog merülni, ugye egy 20-30 perc alatt. Ilyenkor ugye le kell vele szállni, aksit cserélni és újra felszállni. Úgyhogy kell legalább kettő drón ahhoz, hogy órák hosszat tudjunk folyamatosan videót forgatni, meg ugye sok-sok akkumulátor. Ez a technológia jól használható lenne például sportesemények, vagy hasonló ilyen események élő közvetítésére, amikor van sok néző, akit érdekel az, hogy is néz ki az egész rendezvény, főleg úgy, hogy a levegőből is látják az összes befutót, átfutót, vagy bármilyen hasonló érdekességet. Egy nagyon új iparágat mutatok én most be, amelynek egy nagyon nagy húzóágazata a versenydrónok. Ezek legtöbbször saját építésű és élményrepülésre tervezett kis gépek, amelyeket FPV szemüveggel néznek, azaz olyan, mintha benne ülnének a gépben. És hát ezeket is lehetne használni ugye filmforgatásra, amit majd itt mindjárt látszik a videón.
Ezeket teljesen manuálisan, ugye kézzel irányítják, úgyhogy nincsen bennük semmilyen akadály elkerülő vagy ilyen-olyan okos rendszer, sőt még irányításuk is sokkal-sokkal nehezebb, mert még GPS-es pozíciótartás sincsen a legtöbben, mint egy DJI vagy ilyen hasonló filmes dróni. Áruk ezzel szemben nem nagyon esett le, ugye külön kell megvennünk minden alkotóelemet, és így összességében nagyjából úgy fogunk kijönni, mintha vettünk volna egy profi filmes drónt. De attól, ahogy itt látszik a videón is, ez egy sokkal-sokkal hát dinamikusabb eredmény fog eredményezni, mint a filmes drón, oké? És olyan dolgokat rögzíthetünk vele, amelyeket el sem bírnál képzelni a sima drónoknál. Na de nem szédítek itt téged ezzel a fránya videóval, hanem nézzük meg azt, hogy mi is a különbség egy versenydrón és egy filmes drón között. Take some time for you.
Amint láthattátok, a versenydrónoknak sokkal-sokkal dinamikusabb képük van. Viszont ez abból is adódik, hogy egy sokkal profi pilótának kell vezesse őket, úgyhogy kezdőknek nem igazán ajánlható egy ilyen versenydrónok használata. Egy-egy ilyen drónnak az ilyen szintű rögtetése már több hónapnyi vagy akár évnyi gyakorlást igényel, úgyhogy nem olyan egyszerű, mint hogy azt gondolná az ember. Sajnos az én versenydrónok fotózásra alkalmatlanok, mivel megállni velük nem igazán lehetséges a technikai okok miatt. Ez azért is van, mivel fix a kamerájuk, és így ha nem megyünk előre, akkor ugye vagy fölfele néz, vagy szimplán nem lehet mozogni. Úgyhogy nagyon érdekes hatást lehet velük elérni, de inkább azt mondom, hogy meg kell bízni egy profi pilótát, hogy csináljon nekünk ilyen videót, és nem nekiállni megtanulni, ha csak nem szeretjük ezt abból az egész drónozást, mert sokkal nehezebb, mint ahogy azt gondolnánk. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Ezzel szemben a filmes drónoknak sokkal stabilabb és sokkal ilyen lassabb az egész videója, de ennek cserébe irányításuk is sokkal egyszerűbb. A légifotózásra ők már alkalmasak, ugye mozgatható kamerának hála, és a lebegésnek ugye nem muszáj, hogy folyamatosan mozogjunk. Én azt mondom, hogy ha ténylegesen mi magunk akarunk forgatni, akkor egy versenydrónt nem igazán tudok ajánlani, inkább egy filmes drónt, amellyel már akár egy kezdő is tud megfelelő minőségű anyagokat készíteni. Mint ahogy itt látszik a utolsó videón, az egy kifejezetten kezdő által készített ilyen hobby videó. Beszeretném még mutatni az úgynevezett Cinewhoop-okat. Ezek lényegében teljesen védett propellerű versenydrónok. Ezeknek irányítása sokkal könnyebb, mint egy versenydróni, viszont ugyanúgy megvan az az ilyen repülés élmény, az FPV szemüveggel való irányítás, és ugyanúgy elkészítőek vele ezek az érdekes, nagyon hangulatos felvételek. Áruk sajnos nem olcsóbb, mint egy rendes versenydróni, vagy egy filmes dróni, viszont
elképesztően hangulatos videóképzítetők kell vele. Mostában nagyon fölkapottak ezek a gépek, mivel nagyon könnyű őket irányítani, és hát nem nagyon, de mondjuk úgy, hogy könnyebb, mint egy versenydrónt, és nagyon érdekes hangulatú videók készíthetőek vele. Amint itt látszik a jobb felső sarokban, ez egy hát régi gyártelepen készült videó, ahol csak úgy hobbiból röpködnek, és annyira hangulatos, és annyira szabadság érzetet ad, ahogy ezekkel lehet repülni, hogy az valami leírhatatlan. De nézzük meg inkább egy sokkal inkább üzleti felhasználásra tervezett ilyen videót, amely az alsó videó lesz, de azt már teljes minőségben csodáljuk szerintem meg. Összességében már minden filmforgatáson használ drónokat. A technika egyre olcsóbb és egyszerűbb lesz, szóval egyre több ember számára hozzáférhető. Szerintem nem sokára minden fotósnak és videósnak szüksége lesz egy-egy ilyen drónra, hogy lépést tudjon tartani a technika fejlődésével. A marketing szempontból, a turisztikában egyre nagyobb szerepet fognak kapni, mivel gyönyörűen és nagyon élvezetesen bemutathatóak vele olyan helyek, amelyek egyébként szinte hozzáférhetetlenek. Térképészetben szintúgy egyre nagyobb szerepet kapnak, mivel egyre újabb és modernebb módszereket fejlesznek ki hozzájuk, amelyekkel egyre jobb és jobb minőségű térképek készíthetőek. A versenydrónok egyelőre még eléggé nehezen irányíthatóak, és nem is igazán olcsók, úgyhogy azt mondom, hogy egyelőre azt marketing szempontból hanyagoljuk, de mint hobbi elképesztően jóak tudnak lenni, mint például, ami itt is látszik, valami utánozhatatlan élményi útrepütetésük. Végezetül szeretnék pár szót szólni Cázár Gyuláról. Földbirtokos és turisztikai szakember volt. Budapesten és Bécsben jogot tanult, de utána a turistáskodásnak élt. Meglett férfi korában beiratkozott Selmec bányán a bányászati akadémiára, a Bihar-hegységben több vízesésnek és barlangjának felfedezésére se után feltárta a melegszamos forrásvidékét és a hegység más nevezetességeit. Köszönöm szépen a figyelmet!